Sziasztok! Egy jó sztorit szeretnék nektek elmesélni, hogy a múltkor hogyan mentem a rendőrkapitányságra. Ugyanis a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz volt egy megbeszélésre, megbeszélve egy időpont, megmondták, hogy melyik kapun menjek be. Én pedig odaálltam a kapuhoz, láttam, hogy nincs ott senki, se sorompó, semmi, zsum, bementem az autóval tudjátok, a piroskának nem igen van hangja, és hát ugye aki ott silbakolt abban az őr helységben, hát az is arra számított, hogy hát itt bizony ö, olyan autók jönnek, aminek van némi motor hangja is, így aztán én egyből bementem a kapitányságra, talán még a parancsnok sem tud ilyen Könnyen bejutni, mint ahogy én akkor bementem, és aztán elég furcsán néztek rám, hogy hogy kerültem én egyből oda be. Hát aztán nyilván tisztázódott a dolog, a rendszerem most le volt adva, úgyhogy nem lett ebből probléma. És tulajdonképpen azért mentem oda, mert beszélgettem a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkatársaival, és ebből aztán készült egy kis videó, akkor ők jöttek én hozzám, és az irodánkban készült egy kis anyag, aminek a linkjét ide ki is teszem. Én azt gondolom, hogy akik követik a csatornát, azok nagyon jól tudják, csomó kóklerbe nagyon könnyen bele lehet futni, és a kókler között vannak bűnözők is, akik viszont profik a bűnözésben. És ezt javaslom, hogy mutassátok meg rokonoknak, ismerősöknek, nagymamának, nagypapának, idősebb szülőknek, fiatalabb testvéreknek, mert tudom, hogy veletek ez nem fordulhat elő, hogy ilyen emberekbe belebotlotok, és nem vernek benneteket át. Szóval mutassátok meg nekik ezt a videót, és itt arról hallhatnak, hallhattok majd, hogy hát hogyan lehet ezt elkerülni, vagy hogy milyen kellemetlen szituációk vannak, mert jó néhány sztori is elhangzik majd. Szóval itt a link, és nézzétek meg. Sziasztok!